Offshore, korrupt módon működő titkos szolgálat és kormányzati irányítású csempészhadjáratok. Ez csupán csak néhány azokból a titkos tevékenységekből, amelyek meghatározták a szocialista Magyarország hétköznapjait. Az Ez itt a kérdés mai adásában utána járunk, hogy milyen szerepe volt a hálózatoknak a gazdaságban a rendszerváltozás előtt, az események alakításában a rendszerváltozás közben, illetve a privatizáció folyamatában. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Borvendég Zsuzsannát, a Magyarság Kutató Intézet történészét. Jó napot kívánok! Fritz Tamást, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadóját. Jó napot kívánok! Mező Gábor újságírót. Jó napot kívánok! És Galló Béla politológust. Önök az Ez itt a kérdés csütörtök esti adását látják szeptember 23-án. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. És ugye 1946-ban, abban a bizonyos fultoni beszédben van egy óriási csattanás, lezuhan a vasfüggöny. Ennek ellenére pont a tegnap esti adásban beszélgettünk az AVH-ról, mégiscsak maradtak olyan csatornák, ahonnan úgynevezett, és akkoriban még az élelmiszer is embargós volt, embargós termékeket tudtak behozni. Hogy lehetett ez, Zsuzsa? Végig voltak egyébként csatornák, sőt, ezek a csatornák egyre tágultak, ahogy haladtunk előre a korban. Nyilván egy gazdaságot nem lehet, tehát egy globalizálódó félben lévő gazdaságot nem lehet mesterségesen egy fallal egyik pillanatról a másikra ketté választani. Tehát a tőke áramlást valamilyen szinten biztosítani kellett, és ez mind a két nagyhatalom számára érdek volt. Ráadásul a Szovjetuniónak külön érdeke volt, hogy azokat a nyugati kapcsolatrendszereket, nevezzük hálózatnak az egyszerűség kedvéért, életben tartsa, amely egyrészt hatalomba segítette a bolsevikokat 1917-ben, de hát azért itt egy nagyon komoly marxista alapokon álló anarchista hálózat volt már nyugaton, amely mind a társadalmakat igyekeztek már akkor érzékenyíteni, ez egy modern kifejezés, de a technika az régi, mint pedig tőkét igyekeztek áramoltatni a Szovjetunióba, hogy fel tudják építeni az új világbirodalmat. És ezek a hálózatok a bolsevikok hatalomra jutása után is fontosak voltak számukra, hiszen készültek egy világforradalomra. Onnantól kezdve azok a baloldali anarchista, marxista hálózatok, kapcsolatrendszereknek a támogatása, sőt fejlesztése, és itt most elsősorban a társutas értelmiségre gondolok, hogy világos legyen, az ő támogatásuk fontos volt, hogy a belülről tudják bomlasztani a nyugati társadalmakat. Egyrészt, másrészt pedig a gazdasági kapcsolatok kiépítése szintén fontos volt, bár azért itt, amennyire én látom, itt volt egy cezúra Sztálin alatt, tehát Leninnek ahhoz, hogy létrehozza a Szovjetuniót, a romokból felépítsen egy világháború és polgárháború után felépítsen a romokból egy birodalmat, tőkére volt szüksége, és főleg az amerikai nagy tőke támogatta ebben. De aztán Sztálin ezeket a kapcsolatokat egy kicsit leépítette, de Sztálin halála után az 50-es évek közepétől fokozott ütemben épült újra a gazdasági kapcsolatrendszer is, és mindebben Magyarország fontos szerepet vitt, részben szerintem azért, mert 19 után nagyon sok magyarországi kommunista beépült a két világháború közötti nyugati komintern szovjet titkos szolgálat hálózataiba, nagyon jól ismerték ezeket a nyugati hálózatokat, ismerték a know-how-t, hogyan lehet ezeket használni, irányítani, hogyan lehet a titkos pénzeket mozgatni, hiszen a komintern pénzügyi központának a felépítésében is magyarok, és hát magyarországi kommunisták vettek részt, tehát részben ez az oka, hogy Magyarország lesz az összekötő a rés a vasfüggönyön 45 után. Tehát mi voltunk az ideológiai exportőr? Hát nem csak az ideológiai exportőr, hanem Magyarország ugye 56 következtében és annak a lehetőségnek a kihasználásával egy nagyon sajátos szerepet töltött be itt az úgynevezett szovjet táborban, illetőleg abban a közvetítő szituációban, amikor a nyugat és a kelet között kellett közvetíteni. Mi voltunk az úgynevezett bezzeg ország, ugye a Gulyás. A legvidámabban. Legvidámabban, ismerjük ezeket a publicisztikai fordulatokat, és hát ez óhatatlanul együtt járt, különösen 1965 után, ugye, amikor az új gazdasági mechanizmus és a nyugati logikához, piaci logikához való alkalmazkodás beindult,
és majdnem, hogy polgárjogot nyert, ha szabad ezt a blaszfémiát használni ezen a területen. De aztán meg is bukott. Igen, de azért azok a hálózatok, amiről Zsuzsa is beszél a könyveiben, azért igazából ekkor erősödtek meg. Nyilván korábban is voltak, ahogy ő is említette, ilyen-olyan kapcsolatok, de igazából akkor váltunk érdekessé, és ez lépésről lépésre, ahogy ugye látszott, hogy a szovjet világbirodalom gyengül, ha a vége nem is látszott, ezek a kapcsolatok és a magyar közvetítő szerep egyre inkább felértékelődött, és nyilvánvaló, hogy kik közvetítettek, hát a nomenklatúrának, az adott nomenklatúrának a jeles képviselői, akik akkoriban főleg a magyar gazdaságot, de bizonyos értelemben a magyar politikát is, meg a titkos szolgálatokat is irányították. Szóval igazából a 80-as évektől kezd ez izgalmassá válni. Arról már is beszélve, hogy az amerikai vagy a nyugati viszonyulás a szovjetekhez az mintaértékű ebből a szempontból, mert ugye ők a Szovjetunió összeomlása után három olyan nomenklatúra figurával kerültek közvetlen kapcsolatba, akikkel modellezni lehet a nyugat érdekeit, hogy mik voltak a nyugat valós érdekei. Ugye Gorbacsov volt a, hát mondjuk úgy balfácán diplomatikusan, akit ki is tüntettek, utána jött ugye Boris Jelcin, aki ugyanúgy a nomenklatúra része volt, sőt, mint Gorbacsov, aki egy komprádor típusú szovjet gazdasági és társadalompolitikát vitt, és az nagyon kedves volt a nyugat szívének, be lehetett kalkulálni, hogy a szovjet nyersanyagokat és a különböző kincseket majd az amerikai közvetítésekkel az amerikaiak vagy a nyugatiak fogják maguknak igazából működtetni, és őt nagyon szerették. A Hodorkovszky ügy is ugye annak köszönhető, hogy Hodorkovszky az egyik ilyen eminens hálózati embere volt az amerikaiaknak, és utána jött Putyin, szintén a nomenklatúra részeként, aki se balfácár nem volt, se komprádor nem volt, hanem elkezdte ugye egy szuverenista alapon újraértelmezni azt, ami történt, és ő ugye innentől kezdve már nem is volt igazából kedvence a nyugatiaknak, sőt, hát ma már autokrata és mindenféle egyéb jelzővel illetik, antidemokrata. Magyarul ugye szerintem, és az mindmáig érvényes, akár nemzetközi viszonylatban, akár Magyarországon, igazából ez a komprádorsága az igazi mércéje a nyugatnak a kelethez való viszonyában. Igazi demokrata csak az lehet, aki komprádor, azaz nekünk dolgozik, velünk van, mert aki nem, az egy gyanús autokrata, ez meg az, meg amaz. Lépjünk vissza egy picit. Amiről beszéltél, Béla, tehát itt a 60-as években az a bizonyos új gazdasági mechanizmus, ami még a magyar televízióban is megjelenik, bizonyára emlékeztek rá, a Dr. Agy sorozat, Magyarázom a mechanizmust, egy zseniális sorozat volt esténként, még a gyerekek is megnézték, mert nekik mese volt, a felnőtteknek meg elkerekedett a szeme. Ugye a Nyersezsőféle próbálkozás az tulajdonképpen 1972-re megbukik, mint új gazdasági mechanizmus, viszont pont 72-ben lehetővé teszik, hogy a magyar vállalatok önálló leányvállalatokat alapítsanak nyugaton. Na ennek mi az oka? Mi történik a háttérben, Gábor? Hát egy kicsit visszaugorhatok az időbe, hogy így itt a hálózatokról szóval mindig, hogy ezek a háttérben működnek, és mindig van az előtérben valami, amit látunk. Csak azért jutott ez eszembe, hogy a 60-as évekről beszélünk, amikor a legvidámabb barak elkezd a legvidámabb barakká válni, ugye a közvélemény és a világ szemében. Miközben még börtönben vannak öt. És pont ezt akartam mondani, hogy 63-ban nagyon ügyesen megszervezik ugye azt, hogy az ENSZ főtitkára Magyarországra látogasson, és Kádárral együtt mutatkozzon, és közös beszédeket is tartanak, hogy a politikai foglyokat ugye elengedik. Hát a szerencsés Kádár volt, hogy harmadik világbeli ENSZ főtitkár. Igen, a burmai. Ugye Kádár általános amnestiát hirdet, amiről azt felejti el közölni, hogy ez hazugság, tehát nincsen általános amnestia, nagyon sokakat bent tartanak. Viszont miért kell ezt kimondani? Nyilván ezzel üzenik a világnak azt, hogy itt minden megváltozott, tehát ugye a megtorlással végeztek, az ellenforradalom utáni kivégzésekkel, bevöltözésekkel, stb. És itt egy új lappal indítunk, és valóságban egyébként nem indítottunk új lappal, mert például az összes fegyveres felkelő ugye bent maradt a börtönben, és még egy csomó mások különböző jogi kategóriák szerint, de kellett ez a színjáték, hogy akkor ez a nyugati-keleti üzletelés, ez mehessen tovább, tehát itt gyakorlatilag rákerüljön egy pecsét. Annyit tennék hozzá ehhez, és mégis időben egy picit visszaugorva, hogy Zsuzsához csatlakozva, hogy a szovjet hatalom tényleg 17-től kezdve hihetetlenül jó kommunikációs stratégiákkal rendelkezett, és ezt tényleg hálózatosan csinálta. Tehát emlékezzetek arra, hogy
valamikor a 20-as évek elején megjelent egy amerikai újságíró a Szovjetunióban, és utána lelkes cikket írt arról, hogy láttam a jövőt, és működik. Én emlékeztek van. Erre? És még a Holodomort is átfordították. Így van, többen is volt. Így van, tehát ők hálózatosan azonnal elkezdtek nyomulni már tényleg a 20-as évektől kezdve a nyugati társadalmakban, és a nyugati értelmiség, újságírók, média emberek, és így tovább, akik ezt tovább tudták adni. És ez ebben a sok évtizedben, amíg eljutunk egészen a bukásukig, ezt végig azért tudták csinálni, tehát ebben rettenetesen ügyesek voltak. Én szerintem ez az egyik oka annak, hogy a nyugat-európai értelmiségnek egy jelentős része nagyon erősen baloldali. És a mai napig is az. Tehát ennek a okai, ha ezt keressük, hogy Nyugat-Európában miért ilyen erős a balliberális fősodrat, akkor ennek nem mondom, hogy a kizárólagos oka, de az egyik oka az biztos, hogy az, hogy a Szovjetunió nagyon ügyesen, hálózatosan megszervezte ezeket a kapcsolati rendszereket, és ez az értelmiség, mivel ugye nem élte át a kommunizmust, csak annak a Potemkin változatát, tehát a felépített gyönyörű látszatot élte meg. Hát még Wells is, E.G. Wells, meg George Bernard Shaw is. Nagyon értelmes, okos, művelt embereket sikerült, mondjuk egyszerű nyelven átverni tulajdonképpen a Szovjetuniónak, és amíg meg nem jelent 75-ben a Szolzsenyicinnek a Gulag sziget csoportja, francia nyelven egyébként ugye Párizsban, addig teljesen ennek a hatása alatt volt a baloldali értelmiség. Az egy törést okozott azért, mert amikor kiderült, hogy azért itt van Gulag szigetcsoport, meg vannak azért kínzások, és sok minden van, akkor azért ez megbomlott valamennyire, ez a fajta egység, de azért továbbra is látjuk, hogy tartani tudja magát ez a fajta baloldaliság, balliberális beállítottsága nyugat-európai értelmiségre. Nyilván szerencsére ma már ez nem teljes fölényben van, de hát látjuk a mai napig ennek a következményeit. A másik dolog, amit szerettem volna mondani, már most már Magyarországra rátérve, hogy azért azt meg ne felejtsétek el, hogy gyakorlatilag a Bezegország, gulyás kommunizmus, stb., hogy ez egy cinikus kommunista uralom volt, amelyik már nagyon hamar lemondott az ideológiáról. Tulajdonképpen hamarabb, mint gondolnánk. Mert igazából, ha belegondolunk, a 70-es évek végén már gyakorlatilag közelítünk a nyugati nemzetközi pénzügyi cégekhez, és 82-ben belépünk ugye az IMF-ben, a valuta alapba, ebben a legelsők vagyunk. Tehát Magyarország a nyugati nyitása, az lényegében elég hamar megtörténhetett, és azért hallunk arról információkat, vannak, csak most nem akarom néven nevezni, hogy kik írtak erről, kik beszéltek, hogy maga Kádár János is a szocializmusról lemondott már a 70-es évek vége táján. És hogyha ehhez visszatérve a kérdésedre, itt a 68 és a 72 közötti időszak szerintem nagyon fontos, hogy valóban az ideológiának hátat mondnak. 60-as évek elejéről, sőt egészen konkrétan 1960-ból már vannak adatok arra, hogy Fekete János és társasága szeretne vegyes vállalatokat alapítani nyugaton is. Ekkor még Nyers Rezső az, és az ő mögött álló kör az, aki megakadályozza, nem engedi ezt keresztül vinni. És aztán jól látható, hogy formálódik a gazdasági életen belül két külön érdekcsoport, illetve biztos volt több is, de itt, ami minket érint a 72-es rendszabály, vagy a rendelet szempontjából, hogy van egy olyan, azt mondom, hogy inkább protekcionista, de ne értse félre senki, mert a szocializmus kereteiben vagyunk egy megszállt országban, de mégiscsak az adott keretek között egyfajta narodnyék nemzeti vonal, amit a Nyers Rezsőik képviselnek, és emögé beállnak bizonyos iparvállalatok, akik szeretnék visszaszerezni a kereskedelmi jogot, ugyanis a kereskedelmi jogot a termelő kapacitások elveszítik 49-re teljesen, és ezzel a külkereskedelmi vállalatok visszaélnek, elképesztő profitot tudnak termelni maguknak, és ezt a termelő vállalatok látják. És a 68-as mechanizmus beindításában az is benne van, hogy ezek az iparvállalatok, akik autonómiát kapnak, szeretnék visszakapni a piacra jutás közvetlen lehetőségét. Tehát az ő bukásuk 72? És én azt látom, hogy bizony a külkereskedelmi lobby, ami eddigre már nagyon erős, megakadályozza azt, hogy ezek az iparvállalatok elnyerjék a külkereskedelmi jogot, tehát a privilégiumukat megtartják. 72
62 után, 68 után valamennyi vállalat kap kereskedelmi jogot, de azok főleg olyan vállalatok, akik a kokomista kijátszása miatt fontosak. De amúgy a teljes külkereskedelmi forgalom egészen a 80-as évek végéig a teljes forgalomnak 70%-át továbbra is a külkereskedelmi vállalatok, az indexek csinálják. Tehát a 72-es, tehát az, hogy a kifullad a gazdasági mechanizmus már a 70-es évek elejére. 72-ben megszületik az a rendelet, hogy a külkereskedelmi vállalatok cégeket alapíthatnak a kapitalista világban, ez egyedülálló a blokkban. Egyébként ez a típusú eljárás. Én ezt a kettőt nem tudom függetleníteni egymástól. Ezek káderképzők? Káderképzők? Mert kádár azt nem lehet képezni, kádár, de káderképzők voltak ezek? Tehát ezek voltak azok az vállalatok, amelyek a nomenklatúra gyermekeinek, vagy akár a nomenklatúra részeinek lehetőséget teremtettek arra, hogy nyelvet tanuljanak, megismerjék a nyugati világot, lehetőséget teremtettek arra, hogy a nyugati életszínvonalon, nyugaton éljenek, és ezt bizonyos szempontból legalább a hangulatát importálják Magyarországra. Tehát ez erről is szólt? Persze, ez nyilvánvalóan erről is szólt. Hát ugye nem tudom, hogy mennyire káderképző volt ez, de ugye az élet az általában úgy magától spontán létrehoz bizonyos prioritásokat. Vagy az biztos, hogy a nomenklatúra egy része is a gyermekei jelennek így van, meg benne. Így van, hát ugye most be kéne nagyon erőteljesen határolni, de hát nyilván nem ez a beszélgetés a alkalom arra, hogy mit értünk. Nem is lenne elég 52 Igen, persze. Hogy mit értünk nomenklatúrán, de ha a nomenklatúrának arról a részéről beszélünk, amelyek nyilvánvalóan ugye a gazdaságban is érdekeltek voltak, illetőleg a politikában és a kultúrában ezt az úgynevezett nyugatosságot képviselték, zárójelbe jegyzem meg, Zsuzsa, hogy szerintem Nyersrezső is inkább ilyen volt, nem Narodnyik, de ez most egy másik kérdés lehetne. Azok nyilván rájöttek arra, és én ezt tudom, mert ugye én akkoriban jártam a közgázra, hogy egyre inkább a külkerszak lett a vezető szakja a közgazdasági az akkori közgazdasági egyetemnek, amely egyébként Marsz Károly nevét viselte, de a tőke felé orientálódott már ebben az értelemben akkor is. És nyilván ugye valóban előjogokat érveztek ezek a gyerekek, mert tudtak idegen nyelveket, nem a nőrszök miatt, hanem mert külszolgálat ez az amaz, és hát elkezdtek oda orientálódni. Nagyon érdekes lenne, és hirtelen eszembe jutott, hogyha megnéznénk, mondjuk az én évfolyamaimon, hogy kik jelentkeztek akkoriban külkerszakra, vagy nemzetközi pénzügyek szakra, és azokból ma mi lett. Most nagyon tudnék neveket sorolni, de nem azért vagyunk itt, hogy nevesítsünk bármit, vagy bárkit is. Tehát igen, volt egy ilyen, valóban volt egy ilyen trend, hogy igyekeztek a külkerszakma felé orientálódni, mert ez egyrészt jó pozíció is volt, másrészt jó pénz is volt, harmadrészt ugye hát ők tartották rajta a kor ütőerén a kezüket. És hát itt azért mondjuk meg azt is, hogy az MSZNP, tehát a kommunista pártot, meg a pártállamot is két irányzat azért már feszítette. Tehát egyik tényleg a népies vonulat, és a másik pedig az urbánus vonulat, tehát mondjuk Acél Györggyel azonosíthatjuk az urbánus irányzatot, amelyik nyugatos, tehát orientálódott a nyugat felé mindenféleképpen, és főleg... Viszont hihetetlen hatalomtechnikával uralkodott a kultúrán. Így van, mert pontosan tudta Acél György, hogy a kultúra uralása az maga a hatalomnak az alapja, az egyik fontos alapja. Úgyhogy miután meg tényleg fölvettük a nagy nyugati pénzügyi intézményekkel a kapcsolatot, tagjaivá váltunk IMF-nek, Valuta Alapnak, Világbanknak, ezek után ez a urbánus nyugatos irányzat, ez már nagyon tudatosan készült megítélésem szerint a változásra, ami persze nem tudhatták, hogy mikor következik be, mert hát még 87-88-ban se tudtuk, hogy mikor omlik össze a Szovjetunió igazán pontosan, de ez a fajta MSZNP-nek ez az urbánus irányzata itt már nagyon, szerintem nagyon tudatosan egy másfajta világot készítettek elő, avval a tudattal, hogy hát majd előbb vagy utóbb eljön ez. Mindig eszembe jutnak egyébként ezekről filmek, és bizonyára mindannyiunk látta, 70-es években készült 7 tonna dollár. Tehát egyfajta ilyen romantikus, ironikus elképzelés arról, hogy hogyan lehet a nyugat összes pénzét különböző szerencsejátékokkal egy tehetséges bohóccal kinyerni, és ezzel mindegy elterelték arról a figyelmet, hogy egyébként ott azok a tehetséges fiúk impexes zakókban, azok már dolgoznak ezen. Vagy legalábbis szeretnének dolgozni, csak hát közelében nem jutnak ahhoz.
vagy ahhoz, hogy minden pénzt elnyerjenek, viszont a saját zsebüket megtöltik, és a kapcsolatrendszerüket hibátlanul építik. Hát számomra egyébként ebben az az érdekes, hogy én ilyen családok történetén is azt próbálom nézni, hogy hogyan fejlődtek ezek a bizonyos családok, vagy egyáltalán ez a gondolat, hogy nagyon sok családban volt egy kominternes, vagy tanácsköztársaságos ős, aztán egy 45-ös következő generáció, és utána egy impexes még következő, és vagy az impexes, vagy a következő lett a demokrata. És ezt rengeteg családnál, befolyásos családnál lehet látni, hogy így változtak, tulajdonképpen ezt egy ilyen evolúciónak is lehet hívni. De valahogy mindig ők, tehát mindig ők irányították így a fő dolgokat. És egészen dinasztiák alakultak? Dinasztiák alakultak. Eljutottak a kominterntől a burzsóáziáig? Hát most egészen konkrétan, még ezek nem titkok, hogy mondjuk a Dembski család is olyan volt, hogy a Dembskinek a nagyapja az kominternes volt, az apja impexes, az anyja ugye a pénzügyminisztériumban, ő meg maoistából lett végül is egy ilyen demokrata rendszerváltó. És ha ezt egyébként pont mostában néztem, ugye főpolgármester lett 90-ben, és ki lett a főpolgármesterségnek a sajtófőnöke, egy Révai nevezetű ember, Révai Józsefnek a fia. Tehát ennyire összetartott ez a hálózat, és végül is mindig ennyire összekapcsolódott. És amíg hát azt Marx nézem, az összetartó erő, nem? Hát a munkától a tőkéig. Szóval benne maradunk. És azt nézem, hogy például most ünneplik a 100. születésnapját Hanák Péter történésznek, aki legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a CEU-nak az egyik alapítója volt. És megint ilyen születnek ilyen méltató cikkek, csak ugye azt felejtik el, hogy Hanák Péter a történészi szakmát azt úgy kezdte, hogy konkrétan az AVA oda küldte a Teleki Intézetbe, és meg kellett figyelnie kosári domokosékat. És ezt meg is tette. És utána ezt az intézetet lefejezték. Utána beindult neki egy szédületes karrierje, 56-ban állítólag a forradalmárok oldalán megsebesült, mégis 57-ben megtartotta az egyik állását, se börtön, se semmi, és a 60-as években már nyugodtan mehetett ki Amerikába a különböző egyetemeken vendégelőadást tartani. És hogy nem a 80-as évek végén meg őt választják, meg mondjuk Vásárhelyi Miklóst arra, hogy a CEU-t képviseljék Magyarországon. Tehát valahogy mindig ezek a hálózatok mindig visszaköszönnek. De hát akkor ez mégiscsak egy irányított evolúció volt. Igen, mindenképpen, tehát azért ne felejtsük el, hogy ez nem egy belső evolúció volt, és egyrészt 45 után itt szovjet fennhatóság alatt alakul ki, viszont a 70-es évekre, sőt én már azt mondom, hogy a 60-as évek, kádári nyugati nyitás kezdetével olyan erőteljes nyugati kapcsolat és nyugati irányultság kezdődik, ami főleg a gazdasági életben jelenik meg. Itt ugye eleinte ennek van egy ideológiai lényege, amiről beszéltünk, a nyugat fellazítása, a nyugat semlegesítése. Egyébként Magyarország a blokktitkos szolgálati szereposztásában ezt a feladatot megkapja. Tehát pont 56 miatt, ahogy Béla is mondta, hogy olyan nyitottság van a nyugati társadalmakban 56-nak köszönhetően a magyarok felé, hogy sokkal könnyebben tudunk beférkőzni bárhová. Tehát ennek köszönhetően az egyik titkos szolgálati feladatunk a nyugat semlegesítése, a nyugati társadalmak fellazítása. Másrésztben meg pénzügyi szerep, amit mondtam, 45-től kezdve a gazdasági csatornákért elsősorban mi vagyunk a felelősek. A kádári nyugati nyitással ezt is fel lehet erősíteni. A nyugati baloldali mozgalmak támogatása, a nyugati baloldali pártok támogatása, amire aztán az ideológiára rátelepszik egy másodlagos korrupciós hálózat. És ez a másodlagos korrupciós hálózat, itt már nincs ideológia. Itt már ezek egy önjáró szervezet, rendszer lesz, ami az alkotmányos költségekre, a titkos jutalékokra, mindenféle külkereskedelmi illetményrendszerre, meg pénzrendszerre rátelepszik, és saját zsebre kezd dolgozni. És innentől kezdve, hogyha korrumpálódnak, innentől kezdve a nyugati titkos szolgálatok nagyon könnyen elérik őket, a nyugati pénzügyi központok nagyon könnyen elérik őket, és ne felejtsük el, hogy nyugaton gazdasági szabadság van, tehát lehet, hogy ott egy Amerika, amely megszabja az ideológiai, meg a politikai irányvonalat, egy nyugati cégnek az elsődleges érdeke az, hogy gazdaságosan működjön,
az, hogy pénzt. És a keleti piacok azok nagyon-nagyon jól működnek nekik, hiszen ha ide bekerülnek, nincsen versenytárs, akit ide a szocialista párt beenged, az szabadon gazdálkodhat. Tulajdonképpen nincsen, még csak a szakszervezeti mozgalmak sem korlátozzák az ő piacra jutásukat. Semmi olyan gát nincs, hogy a szabad rablást ne tudják kivitelezni. Tehát innentől kezdve egy nyugati céget nem lehet azzal mindenféle politikai megfontolásból, hogy ne adjon el bizonyos termékeket, akkor kommunista termékeit keletre, mert hidegháború van, ki fogják játszani nyugati oldalon is ezek a cégek, ebben partnerek a keleti titkosszolgálatok, Magyarország külön, hiszen amit mondtam, a vegyes vállalati rendszer kiépülése után kiépül egy offshore hálózat is, ezeken az offshore hálózatokon keresztül bármilyen technológiát meg tudnak vásárolni, és be tudják juttatni Moszkvába, tehát egyfajta kollaboráció alakul ki a nyugati tőkés világ és a keleti. Ez a lényeg szerintem, a keveset emlegetjük, hogy tulajdonképpen a nyugat ebben volt érdekelt, hogy a nomenklatúrával üzleteljen. Persze. Hiszen ennek voltak történeti előzményei, networkjei, nekik volt rendelkezési joguk ugye az átmenet zavarosában, mármint a nomenklatúrának, és igazából ez volt a legjobb üzlettípus. Ugyanahogy Zsuzsanna említette, hogy igen, hát itt az volt a szempont, hogy minél olcsóbban vegyenek meg, minél drágább mondjuk termelőegységeket, mondjuk ha 100-at ér, akkor megvegyék 40 ér, vagy 30 ér, és abból 10%-ot leadjanak az éppen közvetítő nomenklatúrának, 20 ér meg megvettek egy 100-at, illetőleg piacokat teremtsenek, vagy romboljanak le éppen, ugye magyar könnyűipar példáján ez utóbbira is van példa, szép számmal. Tehát egy érdekegyezés és egy közös érdekeltség volt ebben, úgyhogy én mindig, hát ez most nem szó, tiszteletlen dolog, mindig mosolygok, amikor mindig Antal Józsefnek a mondását idézik, amikor őt szitták, hogy szabadjára engedte a nomenklatúrát, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Ha akartak volna, se tudtak volna forradalmat csinálni, a nyugatnak ez nem volt érdeke. Tehát ugye, amikor Horn Gyuláról, aki még nem az igazi komprádorok közé tartozott a maiakhoz képest, ugye a pufajkás mi volt amiatt, elkezdtek cikkezni, és szóba került a felelősségre, és a Helmut Kohl állította le, vagy... Álljunk meg. Horn elvtárs az egy jó elvtárs, úgyhogy őt nem szabad bántani. Helmut Kohl még többet is kért volna Antaltól, mint tudjuk. Igen, de a lényeg hát az a dolognak, hogy... Hát ő akarta, Helmut Kohl külügyminiszter. Igen. Szóval ez egy nagyon sajátos összefonódás volt, és tulajdonképpen ez igazán izgalmassá, valóban, ahogy Zsuzsa is leírja a könyveiben, meg Gábor is más összefüggésben, a 80-as évek végétől és a 90-es években, tehát a klasszikus privatizációs időszakban zajlik igazán markánsan, ez az első nagy szakasza. Igen, az eredeti tőkefelhalmozódás, az a 70-es években kezdődik, pont hát, azzal a korrupcióval. És ráadásul hogy nagyon... Nem látták előre ez szerintem, hogy ez lesz. Hát az, hogy itt lesz valami, szerintem arra készültek. Tehát ez a rendszer, ez a két polusú világrend, nem hiszem, hogy számoltak arra, hogy világ végéig így marad. Hát 57-ből van adatunk arra, hogy német tőkések vannak Magyarországon, ez az FDP körei, tehát a Nyugat-Német Szabaddemokrata Párt képviselői tárgyalnak egy külkeres emberrel, aki ilyen szürke eminenciás volt a külkerben a teljes időszakon keresztül, és megkérdezik, hogy mi van akkor, hogyha lesz gazdas. Tehát most Kádár, oké, hogyha valami liberalizálódás kezdődik a gazdaságban, akkor lesz reprivatizáció. És már 57-ben megígérik nekik, hogy nem lesz reprivatizáció, mert nincs kinek reprivatizálni. Hát ez a régi... személyesen ígérik. Hát igen, 57-ben. Tehát azért itt egy olyan, és persze eltelik még jó néhány évtized, mire eljutunk odáig, de hogy a nyugat-német nagy tőkések már ekkor érdeklődnek az esetleges állami tulajdon megvétele iránt, ez egyértelmű, és később ezek a kapcsolatok egyre szorosabbá válnak, és ugye van egy olyan narratíva, azt szokták mondani, a technokrácia privatizál aztán a 80-as évek végén. A szakértők, tehát kik de azok? Tehát honnan jönnek? Ez egy varázsszó volt, honnan, a 90-es honnan van is. Pénzük? Tehát kik ezek az emberek? Nyilván nem a balatoni lángos sütő, meg a budapesti magántaxis volt, aki privatizált, hanem azok privatizáltak, akik már a nyugati gazdasági pénzügyi központokkal, nagy cégekkel kapcsolatban álltak, és... Itt egy pillanat rájunk meg, lesz egy bejátszás, megint eszembe jutott, hogy a 80-as években mekkora hír volt a Magyar Televízió híradójában is, hogy a Vörös Október ruha gyárban gyártják,
a Pierre Cardin öltönyöket. Tehát bejött a francia tőke is, és éppen ezért nézzünk meg egy 1982. március 11-i híradót, amelyben Kádár János tájékoztatják éppen a külkereskedelem 1981-es eredményeiről, ami azért érdekes, mert 81-ben volt egy olyan év, amikor nullszaldóra sikerült kihozni. Nem volt veszteség. Kádár János a pártközponti bizottságának első titkára, Havasi Ferenc a politikai bizottság tagja kíséretében ma a külkereskedelmi minisztériumba látogatott. A bejáratnál Marjai József miniszterelnök helyettes és Veres Péter külkereskedelmi miniszter fogadták a vendégeket. Az üdvözlések után Veres Péter, a tárca vezetője adott tájékoztatást a külkereskedelem legfontosabb kérdéseiről, illetve a külkereskedelemmel foglalkozó vállalatok munkájáról. Itt hallottuk. 1970 óta külkereskedelmünk tavaly érte el legnagyobb sikerét, annak ellenére, hogy napjainkban a külkereskedők lényegesen mostohább piaci körülmények között dolgoznak, mint korábban. A nem rubel elszámolású kereskedelmi mérleg 1981-ben gyakorlatilag kiegyenlített volt. A szocialista országok együttműködése a nehezebb viszonyok próbáját is kiállta. A magyar gazdaság nagyobb megrázkódtatás nélkül viselte el a világgazdaság és a nemzetközi politika számunkra hátrányos fejleményeit. Ugye ilyenkor óhatatlanul eszébe jut az embernek, hogy ugye a 70-es évektől kezdve folyamatos veszteség, 81-ben, tehát tanulnak, még megvan a hozzá nem értés, de már sokat tanulnak. 81-ben kihozzák nullszaldóra, megtanulták, hogy kell csinálni, és onnantól kezdve beindul a gátlástalan korrupció lenyúlás. Hát kétségtelen, de ahogy mondjam, szóval itt még egy szálat mindenképpen tegyünk hozzá a dolgokhoz, hogy egyik oldalon a nyugati államok, gazdasági körök a Magyarországon területet akarnak foglalni, piacot akarnak foglalni, hasztot, szuperhasztot akarnak szerezni, nyilvánvaló. A másik oldalon ez a bizonyos, amiről beszéltél, Zsuzsa, hogy mi voltunk az a szereplő, akik hát a nyugat felé valamilyen szinten kapcsolatokat kell, hogy teremtsünk. Ez végül a visszajára sült el, mert ez a bizonyos technokrácia, meg ez a késő kádári értelmiség, így szoktuk ugye nevezni, ez rájött arra, hogy ez a világ egy egészen jó világ, és ezek után már nem a Szovjetunió szempontjait képviselte, meg a kommunista blokk érdekeit képviselte ez a csoportozat, hanem csatlakozni akart a nyugathoz, és fel akart készülni arra, hogy a legjobb helyzetben várja az esetleges változásokat, a demokratizációt. Tehát ezt is lássuk, de még egyet szeretném volna mondani, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy az eladósításunk is azért itt van, ami egy nagyon fontos ebben a történetben. Tehát a 80-as évek, hát a 70-es évektől kezdve ugye vesszük fel a hiteleket, és ez megint egy tudatos nyugati stratégia, hogy a piacok megszerzése mellett, a profit megszerzése mellett egész egyszerűen függőségi viszonyba hozzanak bennünket, tehát már az abban a pillanatban, hogy eljön a demokratizáció pillanata, amikor régen elkezdi a harcát a gonosz ellen, és meg is nyeri ezt a harcot, abban a pillanatban Magyarország, meg persze a többi közép-kelet-európai ország lényegében már függő helyzetben legyen gazdaságilag, és amikor ide eljutunk 89-90-91-ig, és mondjuk az Antal kormány helyzetét nézzük, akkor rögtön látnunk kell, hogy olyan mértékben gúzsba kötve táncolt az Antal kormány gazdasági szempontból, hogy a mozgástere minimális volt, tehát egész egyszerűen ugye azt sem tették számunkra lehetővé, meg is mondták Antalnak, hogy itt adósság elengedésére szó sem lehet, még csak elhúzásáról sem a dolognak, ezt katonatisztszerűen fizetni kell. Tehát ennyiből... Hát illetve volt még egy lehetőség, bocsánat, ezt felajánlották egy nagyon komoly dollárhitelt, aminek viszont a 90%-át arra kellett volna költeni, amire az amerikaiak mondják. Így igaz, de hát ez megint csak az ő érdekeiket képviselte volna, és ebből se lett semmi tulajdonképpen. Maradt helyette az a kiszolgáltatott helyzet, ami a rendszerváltásunkra is rányomta a bélyegét. Mondjuk ki, hogy ebből következően már eleve nem voltunk szabadok a szónak a szoros értelmében.
nagyon fontos, amit Zsuzsa mondott, meg Tamás, meg minden, amit elhangzott, hogy megjelenik az a bizonyos technokrata réteg, és megjelenik a szakértői réteg, és a 80-as években egyre nagyobb teret nyer, mert miközben ugye 1988-ban Grósz Károly még fehér terrorral riogat ugye a pártgyűlésen, mindeközben ugyanabban az évben a beszéd előtt 2-3 hónappal elfogadják, márciusban fogadják el, és valamikor nyáron van a beszéd, elfogadják a társasági törvényt. Így van, hát akik a korabeli jogi egyetemre jártak, meg a korabeli közgázra, azok azért tapasztalhatták, hogy ott azért érdekes dolgok történtek. Bizonyán. Ugye nem akarok megint neveket mondani, de hát azért a gazdasági jog az nem légből kapott ötlet volt, illetve hogy vállalatokat lehessen létrehozni, hanem az egy jól átgondolt terv volt. És ugye hát a közgázon is, ezt a saját példámon is éreztem, kezdetben volt a politikai gazdaságtan, diáknyelven a PG, ugye a marxista gazdaságtan, és utána fokozatosan a közgázon belüli képzés, az tényleg, és most ez nem színvonal csökkenést jelentett, hanem egyfajta elmozdulást jelentett a polgári közgazdaságtan elméletei és képviselőinek az eszmei irányában. És azok voltak szinte akkoriban a legnépszerűbb szakok, és a legnépszerűbb szak akkoriban a külker mellett az a nemzetközi pénzügyek volt, ezt már említettem. Tehát volt egy tudatos, ami persze most így utólag, persze mindig utólag lehet a történelmet ugye megfejteni, utólag már látszódhat úgy, hogy ez egy tudatos fölkészülés volt, nyilván ez is benne volt, de volt egy ilyen spontán igazodás ahhoz, amit nyugaton láttak a fiatal közgazdászok, meg a fiatal jogászok. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem egy klasszikus összeesküvés volt, hanem hát ez egy olyan dolog volt, ami igazából klasszikus összeesküvésé, vagy igazából negatívvá a 80-as évek végén és a 90-es években fordult be. De hát akkor jöttek vissza a dinasztiáknak a leszármazottai, amiről Gábor beszélt. Tehát akik megjárták nyugatot, megtanulták a know-how-t, és elkezdték hazahozni. Ezzel kapcsolatban olvastam egy nagyon jó interjút egy olyan emberrel, aki akkor a privatizációval vett részt, most meg író, és ilyen különböző félfikciós műveket ír a kormányról, meg a Magyarország jelenlegi állapotáról, de maga az anekdota nagyon jó, a 80-as években egy vidéki egyetemen tanult, azt hiszem ő filozófusként, és beszélgetett egy jogász ismerősével, és azt mondta, hogy te figyelj, régen ugye itt a halból halászlét főztek a kommunisták. Most csináljuk azt, hogy most már halászléből kéne nekünk kivennünk a halakat, és akkor te hozod a pesti kapcsolatrendszeredet, én hozom a vidéki kapcsolatrendszeremet, alapítsunk egy vállalatot, ez a 80-as évek, és kezdjük el ezt a privatizációt, vagy vegyünk ebbe részt. És ebbe a vállalatba különböző emberek, például Bajnai Gordon apja is ott volt, és ez volt az egyik első privatizáció tanácsadó vállalat. De az igazán érdekes az, hogy akik így részt vennek benne, volt köztük mérnök, jogász, filozófus, mindenféle, csak gazdasági szakember nem, de azt lehetett látni, hogy az egyetemben egy kör ezt így megszervezte, és végül is tényleg a halászléből megpróbálták kivenni a halakat. És most lelövöm a poént, hogy ki volt itt a jogász és az egésznek egyébként a kulcsembere, ő Komlós János fia volt, aki szintén egy nagyon jó képzett jogász lett, annak a Komlós Jánosnak, aki ugye AVH-sként kezdte, és utána a kultúra területén lett ugye hát egy nagyon meghatározó tényező. És hogy nem éppen az ő fia lett az egyik legfontosabb privatizációs szakember jogászként, egy olyan cégben egyébként, ahol akkor Barnai apja benne volt, és 90-ben pedig megjelent Gyurcsány Ferenc, mint főmunkatárs. Okay, de nem feltétlenül a szaktudás volt a fontos, hanem a kapcsolatrendszer. Ez az. Hát ennyi. Így van, és hogyha így visszautalhatok a bejátszásra, ugye azt mondták, hogy 1984-ben micsoda siker, hogy végre egyensúlyban van a külkereskedelmi mérleg, mert 70 óta nem volt ilyen, egyébként utána sem lett. Igen. És ez is nagyon érdekes, hogy azzal szokták magyarázni, mert ugye a kádári eladósodás, amit Tamás nagyon jól eladósításnak nevezett, annak a jelentős része a külkereskedelmi hiányból adódott, a külkereskedelmi mérleg állandó hiányából. És hogy miért volt, ugye azzal magyarázták, hogy nem versenyképes a magyar ipar. De ez egy nagyon nagy hazugság, nem az, hogy valóban volt egy csomó selejtes termékünk, persze, de egyrészt voltak piacképes termelőkapacitásaink, a másik pedig az, hogy nem, a külkereskedelem nagyon nagy részét kitette a reexport. És a reexport volt az a megoldási technika, amivel
le lehetett rabolni tulajdonképpen a külkereskedelmet. Ugyanis olcsóbban vette meg a magyar állam, a magyar külkereskedelmi vállalatok az adott terméket, mint amennyiért, és hát drágában vette meg, mint amennyiért eladta, és az a profit, ami a vevőnél extra profit jelentkezett, azokba zsebek, azból zsebekbe visszajuttatott. És ez volt az a technika, eredeti ami tulajdonképpen, így van, iszonyat, de itt iszonyatos pénzekről van szó. Tehát az olaj, ugye 81-es volt a bejátszás, akkor indul egy olyan olajtranszfer Iránból Amerikába, amit Magyarország közvetít, és minden egyes dolláron 10 centet veszít az ország, 10 évig megy ez a konstrukció, még 89 decemberében még működik, és ebben hát csak amit megtaláltak utólag, pénz, az volt a 89-es költségvetés ilyen 20%-a, és tudják, hogy ennek minimum a duplája kézen közön még eltűnt. Tehát, hogyha, és ez egy olajüzlet. Tehát ezen a reexporton iszonyatos mennyiség pénzt veszít. Politológusként én meg ebből azt szűrném le, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy 94-ben milyen könnyen visszatér a posztkommunista párt a hatalomba, akkor azt kell látnunk valóban, hogy tulajdonképpen a 80-as évek végén ez a technokrata réteg, késő kádári réteg, hát hogy ne lett volna neki szimpatikus az, hogy átmenni a nyugati vállalatok élére, privatizált vállalatok élére, és ott jól meggazdagodni. Látták a változásokat, tehát ők voltak a legjobban informáltak. Magyarul a politikai és gazdasági vezető réteg a 80-as évek második felében a legjobban informáltan látta, hogy jönnek a változások. Sárközi Tamás, Boldogult Sárközi Tamás megcsinálta a társasági törvényt, majd az átalakulási törvényt, ez nekik volt kitalálva. Tehát a politikai hatalmat látták, hogy át kell majd adni 90-ben, vagy vélhetően át kell adniuk, de ezt akkor át tudják vinni a gazdasági hatalomba. Tehát ezekben az években a spontán privatizációval kitűnően, hálózatosan, ugye ez itt a fontos, hálózatosan átmentek a gazdasági szférába, és vállalatok él, menedzserek lettek, tulajdonosok lettek, ne soroljuk, KISZ titkárok. Gyurcsánynak a pályafutása is erről szól, mondjuk meg őszintén. KISZ KB titkár volt. Utána a Kreditumban megjelenik. Kreditum RT-ben igen. Megjelenik, mert igen, 92-ben megcsinálja, megalakítja az Altus. Tehát jön a gazdasági korszaka. Amikor az Antal kormány van, azt a 4 évet valahogy ki kellett húzni, ezeknek a háttérbe szorult, de hálózatosan megmaradt. Hibátlanul kihúzták. Hát tökéletesen, és összeálltak azonnal. Egy rövid sok hatás után, amit ez a gigszer okozott, tehát a 90-es választások, ahol ugye nem az MSZP nyert, rögtön a telefonszámok nem vesztek el. Tehát mindenki tudott egymásról, minden területen, és azonnal össze tudtak állni, és egy olyan helyzetet teremtettek a 90 és 94 között, amelyben lényegében Antal kormány papíron hatalmon volt, gyakorlatilag pedig nem volt hatalmon. És még egy nagyon érdekes dolog, ami szintén el szokott sikkadni, hogy az Antal kormánynak a jövőképe az azért még a szociális piacgazdaság köré szerveződött. Német mintára. Német mintára, ugye ez már 90-es évek elején járunk, és miközben a nomenklatúra ezen szerintem otthon kuncogott, hogy a szociális piacgazdaság, mint magyar jövőkép, mert ők már régen tisztában voltak azzal, hogy itt a neoliberalizmushoz kell igazodniuk, és ők ezt is csinálták anélkül, hogy emögé külön, akkoriban még különösebb ideológiát kerítettek volna, de aztán ugye a 90-es évek végén Gyurcsány színrelépésével ugye meg is kezdődött a nyíltan a neoliberális gazdaság. Hát Bokros Lajosnak a lépései azok kifejezetten. Igen, csak ott még ott volt Hornula, mint fékező erő, akiről azért egy-két jót el lehet ebben az értelemben mondani, Sorost is elhajtotta az OTP környékéről, meg kétlelkű volt a Horn Gyula ebből a szempontból, úgy gondolom. Gyurcsány már nem kétlelkű, és amikor megjelent, hozzávetőlegesen az összödi beszéd is számomra erről szólt, hogy fiúk, hagyjuk már ezt a baloldaliságot a régi értelemben, itt most ez az új irány, ehhez kell alkalmazkodni, és ugye erről szólt a 2000-es évek eleje, hogy átmentek a harmadik utas szociáldemokrácia felé a magyar szocialisták, ami hát gyakorlatilag a teljes önfeladása mindenféle szociáldemokrata étosznak, és innentől kezdve pedig, ami ma folyik, az meg már egy harmadik etapja szerintem a nomenklatúrának, itt már a generációs staféták átadásáról van szó, és nem is csak gazdaságpolitikáról, hanem olyan civilizációs, kulturális mintákat próbálnak meg baloldaliként eladni, és sajnos ugye erre rá is mozdul a sajtó jobbik része is,
minthogyha annak valami köze lenne a baloldal. Miért? Szóval a proletárt ilyen egyszerűen le lehet az LMBTQ-ra cserélni. Hát mainstream, de most ez a divat. Tehát a bolsevikok is le tudták cserélni. A bolsevikok nem igazán. A bolseviknak még azért ilyen szempontból egy nagyon rigid világképük volt. Nem, hogyha visszasítnám. De azért izgalmas, mert a bolsevik ugye önmagában hazugság, tehát többségi, miközben ők voltak kevesebben. Hát nyelvpolitikai hazugság, mert ugye kisebbséget. És a spontán privatizáció becsúszott a fülembe, és most ez Zsuzsához szól. Ez a kérdés. Használhatjuk egyáltalán azt a kifejezést, hogy spontán privatizációt? Ez is egyfajta nyelvpolitikai hazugságnak tűnik, mert hogy ott nem spontán privatizáció volt, hanem nagyon tudatos irányított, és akkor, amikor a létrejön ugye a kárpótlási jegyeknek a rendszere, annak a jegyrendszernek, vagy annak a rendszernek a tudatos lehazudása is megy, majd pedig az ott lévő erőforrásoknak a megint csak tudatos felhasználása a saját maguk érdekében, miközben azok, akik valódi tulajdonosai lettek volna a kárpótlásnak és a kárpótlási jegynek, azok így menekülnek tőle, mert pénzpolitikai eszközökkel elintézik, hogy ne érjen semmit, miközben mögötte valódi vagyon van. Ez így van. Tehát a spontán, nem tudom, mi lenne a jó megfogalmazás a spontán privatizáció helyett, ezen még nem gondolkoztam. Tudatos privatizáció. Tudatos. Fogd a pénzt és fuss. Igen, valami hasonló. Tehát nyilván az úgynevezett spontán privatizáció idején az a nomenklatúra jutott hozzá fillérekért vagyonokhoz, amely nagyon jól tudta, hogy mi fog következni. Tehát, és mire eljutunk odaig, hogy éppen szabályozzák a privatizációt, azért addigra már a jó része le van játszva. És nem véletlen, hogy Magyarország az egyetlen blokkbeli állam, ahol kísérlet sem történik az igazi kárpótlásra, tehát a reprivatizációra. Tehát mindenhol van valami nyoma, mindenhol megpróbálkoznak. Igen. Valamilyen szinten vele. Magyarországon kísérlet sem történik, és ezt nem tartom véletlennek. Pont ennek a gazdasági hálózatnak, pont ennek a nyugati pénzügyi központok felé való kiszolgáltatottságnak látom, abban látom a magyarázatot, hogy Magyarország nem teszi ezt meg, és bizony kárpótlási jegyekkel meg gyakorlatilag kisemmizik újra azt a réteget, amelytől a kommunizmus elrabolt. Amit az a kárpótlási jegyet, bocsánat, Tamás, hibátlanul tudnak használni. Tehát abból aztán ezerrel privatizálnak. A piacon kitűnően tudják érvényesíteni. Tehát tényleg az van, hogy hihetetlen mértékben valósította meg a washingtoni konszenzust a magyar gazdaság és a magyar társadalom, most vagy magyar politika, nem is tudom, hogy mondjam. Ugye jött a washingtoni konszenzus, privatizáció, dereguláció, liberalizáció, tehát ez a neoliberális vonal bejött, és Magyarország volt a legnagyobb tanulója ennek, nem véletlenül, mert ez a bizonyos baloldali posztkommunista rétegnek a leginkább abban volt érdeke, hogy tényleg az állami vagyont eladni, és aztán oda beülünk a tetejére. A csehek teljesen másképp csinálták. Mondok, tehát a többi ország sokkal visszafogottabb, persze itt vannak különbségek. Még Romániát is mondhatjuk, ahol a restitúció kezdetben megvolt. Az más kérdés, hogy most különböző jogi eszközökkel megpróbálják visszafordítani, de egyébként az arisztokrata családoktól kezdve az egyszerű parasztig mindenki visszakapta a vagyonának legalább egy részét, fizikailag is, így nem van, csupán egy darab papírban. És a úgynevezett dolgozói tulajdonlásra is tette kísérletet például a cseheknél, hogy kuponos hát a cseh privatizáció az tehát nálunk ilyen tankönyvvízűen valósult meg a neoliberalizmus, annak a legszörnyűbb változata tényleg, hogy valóban a nemzeti vagyon, az állami vagyon jelentős része elkotyavetyéltük. Abszolút nem mi, hanem ők. És mondjuk itt tegyük hozzá, hogy azért az Antal kormány annyiban nem dicsérném meg, ha ezt megengeditek nekem, hogy azért a kelleténél kevésbé állt ellen ennek a folyamatnak. Tehát amikor azért olyan, mert hálózatokról beszélünk. Csepi Lajosra gondoljatok. Tehát amikor be tud épülni a hálózat azért az Antal kormányba is, a jobboldali kormányba, és ő az Ávűnek, a privatizációs ügynökségnek a vezetője, aki Kiss KB titkár volt, Csepi Lajos. Azért ez is ott van. És a Szilvási, mert megmondom, mert őszintén, hogy a szakértők. Csak egy rövid mondat, hogy írt tudom, egy tanulmány, bocsánat, ez a reklám helye, a kommentárban fog megjelenni a 4-es számban a hálózatokról. És ott arra próbáltam válaszolni, hogy hogyan lehet észrevenni a hálózatok működését, rövid lesz, amit mondok. És ezt van egy olyan tippem, javaslatom, hogy a hálózatok működését egy kisülési pillanatban lehet észrevenni, amikor hirtelen megjelenik valaki, valami egy jelenség, egy esemény, és akkor észreveszünk, hogy előtte már szépen kialakultak hálózatok, és ilyen volt a Szilvási Gyurcsány üzlet, szerintem.
gondoltuk, nem vettük észre, hogy Szilvási György, a szintén KISZ vezető, ott ül államtitkár helyettesként a Boros kormányban is, és akkor megjelenik Gyurcsány, ott az összödi kormányüdülő, és lebizniszelik a dolgot hálózatos módon, aminek valamiért nem tud ellenállni a Boros kormány se. Amiről Gábor beszél, jönnek a dinasztikus kapcsolatok. A kis dinasztiák, ugye a Vörössegélytől, vagy a Kominterntől, a nemzetközi pályáig, és ezek a dinasztiák ismét egymásra találnak. Hát pontosan erről van szó, hogy ezt látjuk, és még az, ami szerintem fontos, és ilyen általános, hogy ugye nagyon sokan mondták már ezt, hogy nagyon sok család ugye kétszer lett megrabolva, hogy egyszer 45 után elvették mindenüket, aztán kárpotlásra újra kifosztották őket. De hogyha így az országot nézzük igazából, pont a Zsuzsának kutatásainak hála leginkább látjuk, hogy hát háromszor lettünk igazából meglopva, egyszer államosítottak, egyszer eladósítottak teljesen az Impexes külkeres üzletelésekkel, aztán meg a privatizáció és a kárpotlással gyakorlatilag még egyszer ezt megcsinálták. Sőt, és, ugye, és nagyjából ugyanaz a kör, tehát mindig volt akik itt csatlakoztak, társutasokként egyébként fogalmazhatunk így is, de hogy van egy ilyen nagyon erősen meghatározó belső mag, aki igazából mind a három folyamat. Nem. Ma is pozícióban van? Vagy legalábbis a pozíció igénylés állapotában van ez a belső kör? Egészen biztos, csak bocsánat, én egy pillanatra még visszaugranék, hogy azért legyünk azzal tisztában, hogy az a pénz, amit innen elraboltak, az elsősorban nem az itteni nomenklatúra, meg az itteni technokrácia gazdagodott meg belőle, persze, kis szinten igen, igazából a nagy multinacionális cégek. Tehát aki nagy haszonélvezője volt a Magyarország kirablásának, azok a nyugati pénzügyi központok. És azért nem véletlen, hogy az innen kirabolt pénzek, amit a külker, reexport, stb. Különböző technikákkal innen kirabolnak, azoknak a pénzeknek egy része visszajön a privatizáció. Kor. És abból a pénzből privatizálnak, amit innen elloptak, vagyis másodszor, ahogy mondja Gábor, a privatizációknál ugyanazok az erők, akik eladósították az országot, ugyanazok rabolnak újra. Tehát konkrétan vannak olyan történetek, ahol lehet látni, például ennek az olajügyletnek az egyik nagy haszonélvezője 2000-ben privatizál Magyarországon ráadásul. Ez a végszó. Ilyen rövid 52 perc. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on, és remélhetőleg egyébként folytatjuk még ezt a témát, az is fölkerül majd a YouTube-ra. Ez itt a kérdés, holnapi adásában a The Economist folyóiratban megjelent liberalizmus kritikáról lesz szó, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.